Sziasztok! Jó reggelt! Vagyis hát szép délután, mert már egy óra van, de csak most jelentkezek benn nektek, mert ideig vágtam a hol videót, hogy ez ma ki tudjon kerülni. És most pedig el fogok készülni, és gondoltam, megmutatom nektek a mai videóban a bőrápolási rutinomat, vagy hát egy részét. Már micellás vízzel áttöröltem az arcomat, a kedvenc micellás vizem, de szerintem ezt tudjátok, a Bioderma Sensibio H2U micellás vize. Egyszerűen ennél nincs jobb. Tehát ez verhetetlen. Nem mondom, hogy nagyon olcsó áron van, viszont egy ekkora 500 ml-s kiszerelést nagyon-nagyon sokáig használ az ember, tehát ha úgy veszük árérték arányban, mindenképpen megéri a pénzt. Egyébként ilyen újra használható, meg kimosható kis koronggal mostam le az arcomat, ezt minden reggel megcsinálom, és utána szoktam felkenni nyilván valami arcápoló terméket. Négyféle termék van, amit használni szoktam, vagyis jelenleg a Fenty Skinnek a hidratáló krémét használom, hogy elfogyjon. Semmi, tehát hogy semmi extra a világon. Nem ajánlom nektek, hogy Fenty Skin termékeket vegyetek. A csomagolása egyébként szuper, meg ugye elég csak ezt újra venni, amikor kifogy a kis patront. Amit még nagyon-nagyon szeretek, és ha elfogy a Fenty, akkor erre fogok visszatérni, ez a Drunk Elephant B-Hydra intenzív hidratáló kréme. Ennek is iszonyúan tetszik a kiszerelése, nagyon jól mutat, és hát egy kicsit innovatív, nem az a jól megszokott, de itt a termék, ami benne van, az maga is nagyon-nagyon szuper. Kevés ilyen bőrápolási márkával vagyok 100%-osan elégedett, pontosabban mondjuk azt, hogy kettővel, és ezt azért tudom mondani, mert mind a két márkánál nagyon sokféle terméket kipróbáltam már, és egyik sem volt olyan, hogy ne csinált volna semmit, vagy rontott volna a bőröm állapotán. Olyan van mind a két márkánál, ami nem annyira kiemelkedő az én bőrtípusomra, de mind a kettő iszonyatosan jó összetevőkkel dolgozik, magas hatóanyag tartalmú termékeket gyártanak. Az egyik a Drunk Elephant, a másik pedig egy magyar márka, a Tindigo. Úgyhogy, ha nem ismernétek őt, akkor le fogom linkelni nektek az infoboxba, de szerintem már mindenki ismeri Ildit is, és mindenféle elfogultság nélkül mondom, hogy tényleg baromi jó termékeket gyárt, úgyhogy érdemes megnézni. Illetve amit még használni szoktam azokon a napokon, amikor nem viszek fel sminket, az egy szérum, és az Essence-nek a Hello Good Stuff ananászos szérumát próbálgatom most, illetve szintén a Drunk Elephant-től van a C-vitaminos szérum, nem ugrik be pontosan a neve, de ide majd kirakom nektek képen, hogy melyik termékről van szó. Ezeket azért szoktam akkor használni, amikor nem viselek sminket, mert egy picit ilyen ragacsosabb állaguk van, és hát könnyebben bontják az alapozót. És még egy dolog, amiről nem feledkezhetünk meg, az a fényvédő. Én a Biodermának használom ezt az 50 faktoros Fotoderm Max fényvédőjét. Nyilván ilyenkor télen megesnek olyan alkalmak, amikor nem viszem fel, de nyáron minden nap szoktam használni. És van itt egyébként még egy dolog, amit nem olyan régen rendeltem, és egyébként meg vagyok vele eddig elégedve, de nem vagyok benne biztos, hogy újra fogom vásárolni, vagy lehet, hogy inkább a két kedvenc márkámtól keresek valami hasonló terméket. Tindigónak egyébként van egy nagyon jó enzimes peelingje, tehát végül is az kvázi ugyanez. Minden esetre, amit most fogok használni, az a Wishful YoGlow a Huda Beauty-tól. Ezt olyankor szoktam használni, amikor azt érzem az arcomon, hogy azért elő-elő jönnek már ezek a száraz részek, és ráfér egy jó kis hámlasztás, úgyhogy most tökre ezt érzem, szóval most elmegyek, és ezt fogom használni, utána pedig a Fenty Skinnek a hidratáló krémét fogom felvinni. Hát ez egy remek kameraszög, de mindegy, most itt a fürdőszobában nagyon limitáltak a beállítási lehetőségek. Szóval egy kicsit levizezem az arcomat először is, és akkor egy keveset kinyomok a termékből a kezemre, és igazából azt így beledörzsölöm. És amit én szeretek a termékben, az az, hogy így kvázi érezhető, hogy ugye leszedi ezeket a kis elhalt hemsejteket. Bár erről rengeteg spekuláció van, hogy ez amúgy nem az. Én nem tudom, hogy mit higgyek, mert én azért valahol elhiszem, hogy ezek tényleg az elhalt hámsejtek, amik így
lejönnek, meg utána tényleg sokkal-sokkal puhább a bőröm, de értem azt is, aki nem hiszi ezt el, nem tudom, annyira nem értek hozzá, úgyhogy én semmit nem fogok mondani nektek biztosra, de az tény is való, hogy a termék használata után sokkal puhább lesz a bőröm, és nem lesznek ott ezek a száraz részek. Szuper vlogger vagyok, ugyanis nem vettem fel az előbb, ahogy felvittem a hidratálókrémet, meg megmutattam. Úgyhogy már felvittem, úgyhogy nem tudom még egyszer elvinni és megmutatni nektek, de minden esetre a Fenty Skin-es hidratálókrémet használtam, és azt mondtam el, hogy tényleg szuper sima lett a bőrön felülete, és nagyon-nagyon puha. Én szeretem ezt a terméket, akárki akármit mond, mármint nem a Fenty Skin-t, hanem a Huda Beauty Yo Glow-t. És akkor most pedig jöhet a sminkelés, azt nem mutatom meg nektek, mert abban semmi újdonság, meg semmi izgalmas nincsen, de este majd meg fogom mutatni az esti bőrápolási rutinomat is. Betettem az új fülbevalómat. Kicsit furcsa érzés, mert ugye említettem, hogy nem szoktam fülbevalókat hordani, és főleg, hogy ez ilyen lógós, szoknom kell, de szerintem szép. Szeretném kinyitni az adventi kalendáriumokat, és azért lihegek egy kicsit, mert közben jött a GLS futár, és hozott egy About You-s rendelést is, amit a múltkor említettem. 3 darab termék lesz benne, 2 Arinak a karácsonyi ajándék, és egy pedig magamnak. Szintén óriási akció keretein belül jutottam hozzá ezekhez. Én mindig csak olyankor vásárolok, ha akció van. Na de mindegy, nézzük akkor az adventi kalendáriumokat. A Douglas-szel kezdem, mint mindig. Plump and Gloss Lip Plumper van a mai napban. Nem nagyon szeretem az ilyen ajakdúsítós termékeket, mert én nem szeretem, hogyha csípi az ajkamat valami, és ugye ezekben általában olyan összetevő van, például paprika, ami bizsergeti és csípi az ajkadat, ettől lesz egy picikét minimálisan optikailag dúsabb hatása, illetve ettől lesz egy kis ilyen pirosabb is a színe, és én azt nem szeretem, úgyhogy ez szerintem másnál fog landolni. És a Nivás kalendárium 12. napján pedig szintén egy labelló van, ez egy original verzió. Hát, már a múltkori labellónál is mondtam, hogy én nem használok ilyeneket, azt ugye eltettem magamnak kipróbálásra, ezt viszont biztos, hogy nem fogom, mert annyi ajakápolóm van, hogy soha nem fog így se elfogyni. És akkor nézzük az About You rendelést. Először mutatom, hogy miket rendeltem Arinak. Először is rendeltem neki egy sima, szürke Alice pólót. Nektek tegnapi videóban említettem, hogy az Alice márkát nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon puha és jó anyagú termékeik vannak. Úgyhogy ezért rendeltem Arinak is egy szürke pólót, és egy pulóvert is, kapucnis pulóvert, ennek ilyen kicsit zöldes, szürkés-barnás színe van, és én nagyon szeretem rajta a kapucnis pulóvereket, szerintem nagyon jól állnak neki. Ez a kettő lesz neki még a fa alatt majd. És akkor, amit magamnak rendeltem, az pedig egy rövid nadrág, méghozzá az Alice-nek a gyerek részlegéről. És ennek is nagyon finom, puha anyaga van. Sima ilyen kis sport naci. Én imádom ezeket, az ilyen otthoni melegítőket. Például ASOS-ról is rendeltem tegnap este egy pár melegítő szettet, de azt úgy rendeltem, hogy amelyik a legjobb, azt fogom megtartani, a többit mind visszaküldöm. Arra a rendelésre is várunk, és akkor majd azt is megmutatom nektek. Hát ez így áll rajtam. Igen, egy kicsikét nagy, sajnos. Nem feltétlen áll a legjobban. Ó, és nincs zsebe. Az mondjuk sajnálatos. Hát lehet, hogy ezt vissza fogom küldeni, mert itt ilyen nagyon hülyén áll. Eljöttünk egy kicsit kocsikázni. Sokszor szoktunk egyébként, főleg most így a Covid ideje alatt, kocsival kimozdulni otthonról. Meg én amúgy is nagyon-nagyon szeretek autókázni. Nekem az egyik kedvenc programom autókázni, közben jó zenét hallgatni. Nagyon jó tud lenni. Most is csak egy ilyen kis autós sétára ruccantunk ki. Na, nem tudtam bejelentkezni
a nap második felében, mert Ari rosszul volt, úgyhogy ápoltam, mellette voltam, teát csináltam, kaját csináltam. Úgyhogy ne haragudjatok, de vele foglalkoztam, és most pedig megnézzük a kedvenc filmét, mert attól is sokkal jobban fogja érezni magát. És utána nem tudom, hogy be fogok-e még jelentkezni, vagy sem, hogy ő hogy lesz. Úgyhogy lehet, hogy ez az utolsó bejelentkezés a mai nap, ami azt eredményezi, hogy nem lett valami hosszú és tartalmas szerintem ez a mai vlog. Úgyhogy lehet, hogy össze fogom mondani a holnapival. Ma még nem jelentkeztem be, mert reggel Ari dolgozott, és kihangosítva kellett telefonálnia, meg nekem is elolvasta a forgatókönyvet, amit írt, szóval arra kellett figyelnem. Úgyhogy nem volt még lehetőségem bejelentkezni, de a jó hír az, hogy Ari jobban van, viszont ugye a tegnapi vlog végén nem mutattam meg nektek az esti arcápolási rutinomat, amit ígértem, úgyhogy az ma fog bekövetkezni. Most pedig Foxposthoz indultunk, ugyanis eladtam a kis leopárd mintás Tom's cipellőt, úgyhogy azt fogom feladni. Hazaértünk, és utána elmentem hajat mosni, illetve most Ildinek dolgozom megint, neki csinálok ilyen kis sztorikat az új termékekről, úgyhogy igaziból nektek csinálom, hogy teljesen tisztában legyetek arról, hogy ezek az új termékek mire jók, hogy érdemes őket használni, milyen termékek előtt, milyen termékek után. Úgyhogy, ha ez érdekel titeket, akkor mindenképp nézzétek majd meg Ildi Instagramját is. Kedvenc együttesem livestreamel Game Night-ot, amiről azt hittem, hogy majd videójátékos Game Night lesz, de dzsengáznak öltönyben, egy rulett asztalon. Nagyon viccesek. Nos, tehát akkor, ahogy ígértem nektek a videó végén, most megmutatom nektek az esti arcápolási rutinomat is. És én első lépésként, szerintem ezt már tudjátok, nedves arclemosó kendőt szoktam használni. A kedvencem a Neutrogénának a Hydro Boost kendője. Ennél jobbat én még nem próbáltam. Nagyon-nagyon szeretem. Nem is a legdrágább árkategória, van ennél drágább, de százszor rosszabb. Úgyhogy én ezt nagyon tudom ajánlani, a Müllerben tudjátok egyébként beszerezni. Szóval, amikor smink van rajtam, akkor annak a nagy részét ezzel szoktam első lépésként leszedni. Ha a nagyját leszedtem, akkor jöhet a Bioderma-nak a micellás vize, és ha ezzel is megvagyok, akkor pedig jöhet a tonik. Most a Fenty Skin-nek használom a Fat Water nevű tonikját, ami akárcsak a hidratáló krém, semmi extra, annyira nem jó. Én ezt sem ajánlom megvételre. Maga az adagolója sem jó, mert valahogy most pont működik nyilván. De amúgy egy csomószor beragad a kupak, vagy túl sok jön, vagy semmi nem jön. Hát itt vannak az én kis éli szekrény fiókomban az esti bőrápolási dolgaim. Igaziból Tintigónak ezeket a spréit nyáron nagyon-nagyon szeretem használni az arcomra. Sajnos most ezek ilyen kifutó termékek nála. Ilyenkor télen a testemre szoktam használni, hátamra, mellkasomra, ilyenek, hogyha esetleg pattanásosodik, vagy bármi, arra is nagyon-nagyon jó. Szemkörnyékápolónak most ezt a Drunk Elephant szemkörnyékápolót használom. Őszintén szólva, ez az egy terméke van a márkának, amitől így nem vagyok elájulva. Jó termék, de volt már ennél jobb szemkörnyékápolóm, jóval olcsóbban. Lásd! Például Tindigo szemkörnyék ápolóját. Ez éppen a retinolos, úgyhogy vele óvatosan szoktam bánni, mert az én bőröm a retinol az nem annyira van hozzászokva, de van neki a C-vitaminos szemkörnyék ápolója, azt viszont nagyon-nagyon-nagyon szerettem, illetve hát a Diadermin-nek is van egy szemkörnyék ápolója, ami nagyon-nagyon bevált szintén nekem. Még egy Drunk Elephant termék, ez a TLC Framboos esti szérum. Ez egy hámlasztó, ezt
iszonyatosan szeretem. A kedvenc termékem a márkától. Ha szeretnétek kipróbálni a márkát, de először csak egy terméküket, akkor én ezt javasolnám. De természetesen Tindigónak is van egy nagyon jó kis enzimes peelingje, a Soft and Silky. Ez gyakorlatilag ugyanazt csinálja, csak ezt én előbb nyitottam ki, úgyhogy most ezt szeretném elhasználni, mert ebben már nincs túl sok. Amit még nagyon-nagyon szeretek, az egy harmadik márkától, a Good Molecules-tól, a Discoloration Correcting Serum, és ebben már nagyon kevés van, nem fogjátok látni, de ez is egy csoda termék. Én nem tudom, hogy ebben mi van, mert az a dobozán volt, és azt már kidobtam, de ettől másnapra nagyon szép egyenletes lesz a bőröm árnyalata, tehát nem is feltétlen a felszíne, hanem maga a színe. Van egyébként a Good Molecules-tól niacinamidom is, ezt szoktam használni egyébként a hidratáló krémem alá, ami most a Drunk Elephant Lala Retro Whip Cream. Ez egy ilyen testesebb, hidratáló krém. Ezeket használom mostanában, és hát akkor attól függően, hogy éppen mire van szüksége a bőrömnek, viszem fel. Szerintem ma ezt a kombót fogom nyomni. Meg a szemkörnyékápolót. Ennyi az én arcápolási rutinom jelenleg, és amúgy nagyon elégedett vagyok vele. Most viszont elköszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és holnap is velem tartotok. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, vagy nagyon szép estétek, attól függ, hogy mikor nézitek. Sziasztok!